Geszti Péter volt a vendége az idén 15 éves Oxigén Média Partner találkozójának. Két előadást is tartott a reklámszakember, aki a folyamatosan változó reklámpiac sajátosságairól beszélt a meghívott vendégeknek. A többi között előrejelzést adott arra, milyen változásokat fontos követni, illetve tévéműsora kapcsán azt is bemutatta, bizonyos technológiákat hogyan használnak a média cégek. Felhívtam a figyelmüket arra az ittülőknek, hogy milyen érdekes műfaj a podcast, és milyen hatékonyan be lehet építeni egy jó márka stratégiába, mert mélyre lehet benne menni, ami a tartalmakat illeti, ugyanakkor egy elég olcsó műfaj, és érdemes vele próbálkozni, már csak azért is, mert a fogyasztók jelentős része ma már szerintem nem olvas reklámokat, lehet, hogy sokan olvasni sem tudnak, vagy nem akarnak, hanem alapvetően videós tartalmakat fogyasztanak, amelyek közül a podcast az egy releváns tartalmat hordozó, és ugyanakkor még egyszer mondom, hatékonyan olcsón előállítható műfaj. Geszti Péter felhívta a figyelmet arra is, hogy sokfajta új marketingeszköz létezik, a technológia majdnem fél évente átrendezi a piacot, a megoldási lehetőségekből pedig egyre újabbakat és újabbakat dob fel. Egy dolog nem változik soha, hogy egy eredeti, érdekes, célcsoportnak releváns és a terméket jól bemutató gondolat nélkül teljesen milyen technológiához fordulunk. Ugyanakkor azt is látom, hogy sokszor éppen ez talán a legfontosabb, és egyébként annyira emberi és nem gépi fontosság, ez valahogy néha eltűnik a marketingből, és maradnak a klisék, maradnak az unalmas, rutinos megoldások, amelyek gyakran nem is hoznak eredményt, már főleg egy olyan hírzajban, ahol a hirdetések egyébként folyamatosan versenyeznek, már nem csak egymással, hanem a hírekkel is. A szakember beszélt arról is, hogy idén már csak a hirdetések mintegy negyede ment el televíziókra, valamivel több mint fele az online térben hasznosult, és a digitális tér évről évre egyre nagyobb teret nyer. A televízió azonban stabilan őrzi második helyét, még úgy is, hogy évente 20-30 ezeren mondják fel televíziós előfizetésüket a streaming platformok javára. Én azt gondolom, hogy az fog történni körülbelül a hagyományos televíziózással, meg a rádiózással is ilyen értelemben, ami történt mondjuk annak idején, amikor a vitorlás hajók helyett a gőzhajók kezdtek el mindenhol hasítani, és leváltották a vitorlázás műfaját, mint kereskedelmi hordozó eszközt. De ettől még a vitorlás hajózás megmaradt. Az más kérdés, hogy már nem szállításra használják a legtöbben nyilvánvalóan, hanem alapvetően sport és kikapcsolódási műfajként. Szerintem a televíziózás nagy része meg fog maradni, főleg ami esemény jellegű dolog, az marad meg a tévéken. Ez a saját média használatomból is kiderül, alapvetően élőben nézek csak labdarúgó meccseket szinte, tehát eseményre koncentrálok, eseményre fókuszálok, hogyha a televíziót nézek, egyébként nem nagyon fogyasztok televíziós tartalmat. Geszti Péter hozzátette, a hirdetési piacon is van egy generációs szakadék, ami azt jelenti, hogy a 20-30 évesek sokkal nyitottabbak arra, hogy digitális oldalról közelítsenek meg minden marketing kérdést. Ráadásul a hagyományos hirdetési eszközök jelentős része elég drága, és jóval nehezebb a célcsoportra fókuszálva átadni a közvetíteni kívánt üzenetet.